Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Domino Dávid vagyok. Érkezett egy csomag az 88 Films kiadótól Angliából, ebben a videómban ezt fogom kibontani és megmutatni, hogy mi van benne. Beszélek egy kicsit a kiadványokról, illetve a filmekről. Tartsatok ám! Itt is van a csomag, ebben összesen kettő darab Blu-ray lemez van, két Blu-ray kiadvány, az egyik egy vadonatúj, a másik pedig egy régebbi, aminél már bejelentették, hogy hamarosan el fog fogyni, és akkor utána már nem lesz soha többé kapható az 88 Films-től, úgyhogy bőven itt volt az ideje, hogy megvegyem. Na hát akkor ki is bontottam, és akkor nézzük őket szép sorjában, legelőször is. Christmas Evil. Lehúzom a fóliát, és akkor megmutatom közelebbről. Kibontom, megnézzük a borítókat, az extrákat, meg mindenfélét, amit érdemes. No, hát itt is van. Ez kartontokkal érkezett, ami ugye egy limitált kartontok, és amin egy vadonatúj kép látható, ez a borító, ez ugye ehhez a kiadáshoz készült. És akkor alatta ugye ugyanaz a borító van, de a borító az kétoldalas. Van benne egy Blu-ray lemez, van benne egy buklet, amiben ugye mindenféle képek, meg leírások vannak, szöveges információk a filmmel kapcsolatban, meg egyéb karácsonyi filmekkel kapcsolatban. És aztán a kétféle borító, ugye ez a külső, ami a slasher gyűjteményes borító, és aztán ez a belső, ami nincs feltüntetve, hogy ez a slasher gyűjteménynek a része. No, és akkor nézzük egy kicsit közelebbről ezt a filmet, illetve ezt a kiadást. A Christmas Evil az 1980-as horrorfilm, egy slasher film, ami az 88 Films-nek a slasher gyűjteményében jelent meg, és ez a 42-es sorszámú darab. És ezt a filmet eddig egyetlen egyszer láttam jó pár évvel ezelőtt, és jó lesz újra nézni. Szeretem ezt a karácsonyi, téli hangulatú horrorfilmeket, úgyhogy jó lesz ezt is újra nézni. És akkor nézzük, hogy mik a specifikációk. Tehát ugye a történetről röviden igazából annyit, hogy van benne egy férfi, aki beöltözik Mikulásnak, és bizonyos események hatására megbolondul, és aztán elkezd gyilkolni mindenféle embereket. Úgy gondolja, hogy ugye megbünteti őket lényegében. Tehát, ugye ez egy limitált kiadás abból a szempontból, hogy a benne lévő buklet, illetve a kartontok az limitált, összesen 3000 darabra. Ugye ha ez elfogy, akkor utána már csak buklet, illetve kartontok nélkül lehet majd megvenni ezt a filmet. És akkor ugye meg lehet nézni, eredeti angol hanggal van hozzá, angol felirat. A film 94 perces, fel lett újítva a képminőség, van hozzá három audio kommentár, aztán interjúk, trailer, kimaradt jelenetek, storyboardok, képgalériák. Úgyhogy elég szépen meg van pakolva extrák szempontjából. És ahogy láthattátok, ez egy átlátszó tokba került immár. Ugye korábban a slasher gyűjteménynek az összes darabja, ahogy itt ugye mögöttem láthatjátok, piros tokba került, de nemrégiben bejelentették, hogy a piros tokokat már nem tudják hozzáadni a filmekhez, nem sikerül valamiért. Olyasmivel magyarázták, hogy nem vásárolnak elegen ugye lemezeket, Blu-ray-eket, DVD-ket, és valószínűleg a piros tokokat ugye nehezebb beszerezni vagy lejártatni, és hogy ugye sokkal olcsóbb vagy egyszerűbb a kék tokokat, vagy éppen az ilyen átlátszó tokokat, vagy a fekete tokokat, és a Facebook oldalon lehetett szavazni, hogy milyen színű tokot szeretnénk a slasher gyűjteményhez ezek után, és a feketére esett a választás, úgyhogy fekete lesz ezen túl a slasher gyűjtemény. Ezt viszont még átlátszóba tették, mert nem sikerült
beszerezni elegendő fekete tokot ehhez a kiadáshoz. Úgyhogy ez az egy átlátszó, de az összes többi ezek után már fekete lesz. De hát ugye, hogyha időben vásárolunk, akkor ugye a külső kartontok továbbra is piros, úgyhogy ha feltesszük a polcra, akkor ugye nem fogjuk azt látni, hogy na most a belső tok az mégis milyen színű, hiszen ugyanúgy piros, mint a többi, tehát illeni fog a többihez, hogyha kartontokkal együtt vásárolunk. Egyébként ez a film december 9-én fog megjelenni, akkor van a hivatalos, ugye a bolti megjelenési dátum, de ugye most, amikor ezt a videót felveszem, december 2-a van hétfő, tehát egy héttel a hivatalos megjelenés előtt már megérkezett, ezért is érdemes egyébként az ATCINS-től közvetlenül ugye a kiadó weblapjáról vásárolni. Nos, hát akkor ez volna a Christmas Evil karácsonyi slasher, és akkor nézzük, hogy mi a másik Blu-ray, amit rendeltem. És ez nem más, mint a Bloodsucking Freaks. Úgyhogy akkor ezt is kibontam, és akkor megnézzük közelebbről. Hát rögtön a legelső dolog, amit észrevehetünk, hogy ez a borító szerintem marra jó lett. Tehát elég klasszul megcsinálták ezt a képet. És hát elég nagy őrület látszódik ezen a borítón, és hát igen, a film is nagyjából ilyen. Van benne egy Blu-ray lemez. És két oldalas a borító. Ugye ez a külső. Ez pedig a belső. És annak idején, amikor ez a Blu-ray kiadás megjelent, akkor még volt hozzá kartontok is. A bukletben nem igazán vagyok biztos. A kartontok az viszont egy szimpla fekete borító volt. És azt hiszem, hogy talán sárgával rá volt írva a cím, és igazából ennyi, tehát nem volt egy nagy szám kartontok. De hát ugye az persze már elfogyott, hiszen ez egy jó pár évvel ezelőtti megjelenés már. És ez a Tromának a filmje, 1976-os. És van benne egy őrült ember, meg annak a társa, és akkor bezárnak nőket, meg megkínozzák őket, meg is eszik őket, meg mindenféle őrület van benne, amit a Tromától megszokhattunk. Maga a kiadás az eredeti angol hanggal kínálja ugye a filmet, ami 88 perces, és van annak hozzá ugye mindenféle extra audio kommentár Eli Roth rendezővel, ugye nem ő rendezte ezt a filmet, de Eli Roth szereti ezt a filmet ugye valószínűleg, és hát azért ő csinált hozzá audio kommentárt. Aztán van egy bevezető a filmhez, van hozzá trailer, interjúk, kisfilmek, meg még további trailerek, Tromafilmek trailerei, meg még egyéb reklámok és kisfilmek, úgyhogy elég szépen meg van pakolva ez a kiadás is. Nos hát úgyhogy ez volna a Bloodsucking Freaks, illetve a Christmas Evil című horrorfilmek az ATCINS-től. Ha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon. Hogyha szeretnétek valamit kérdezni, vagy hogyha megírnátok a véleményeteket, hogyha láttátok ezeket a filmeket és írnátok róluk, akkor azt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!